Sziasztok! Mit hozhatok nektek? Én egy vaníliás láttét kérek szépen. Nekem egy cappuccino lesz. Ja, és egy hosszú kávé. Rendben. Jó, hogy teljes időben érkeztél meg. Kapus nem engedek, és amúgy is a másik is kicsi. Hát ő megtenheti. Hát tudok. Beszélhetünk. Ne bolondítsatok, mert most is a tesztekkel foglalkozik, ezért jöttem az iskolába. Jól van, nem kell egy anyázni. Figyeljetek már, de légy szíves. Miért is veszed ezt ilyen komolyan? Ugye tudod, hogy ez a érettségi. Az állandóan is, tovább nem értem. Sziasztok, mi a helyzet? Hát fel, hogy jöttél, mikor mennünk. Értek, ha halad ki. Oké, na oké. Ez hány oldalos? Na, kezdjük az első tételre. Ez vásárlás? Nem, úszottam folyam. Laci János. Magányos voltam és videócsatán hívtatok. Részlet. Magányos voltam. És videócsatán hívtatok. Elfogyott az ennivaló. Hoztatok és letettétek az ajtón elé. Járvány idején veszélyeztetett voltam és nem látogatok. Én meg dühös voltam. Hiába mi miattam közben. Forrásaim kiakadtak, és azon a néptelenség pénzt ültetek. Nem volt munkám, és távmunkát adtatok. Nem volt gyógyszerem, és kiváltottam. Nem volt jó kedvem. És az elkére kiállva énekeltetek váltakozó hamissággal, de aranyos kedéllyel. Nem voltam humoromnál, és mémeket küldtetek. Magamhoz kaptam, és kedves kártok az olvasáshoz. Elszállottam. És a múltban néző posztjaitok nyomán levettem a polcról a régi albumokat, befotóztam párat, aztán csak túráztattam az emlékezetemet. Ez tiszta karantén vagy. Ilyeneket te nem írtad bele érettségbe. Inkább mondd azt, hogy hangulat. Vagy érzés. Neked mit hozhatok? Hát, nálam nincsen. Én nem kérek most semmit köszi. Csor. Azt a hangos dobta fel a Snapchat a mintes képeket. Tényleg, az online kamp 3 éve volt. Na, gyerekek, halljátok? Látszik a kép? Valaki válaszol. Levelem, múl nincs. Rájönök még egyszer. Ugye múlt órán beszéltünk Antigone történetéről, ugye megcsinálta Dóra is a házi feladatot, és légy szíves. Na, vajon mi történt? Zsófi? Csak egy pillanat, tanárnő. Ez így nem lesz jó. Kérem, aki megcsinálta, és fel is tudja olvasni, azt tegye meg. Tanárnő, én felolvasom. Egy percen betelt. Na, hallgatunk. Véleményem szerint az Antigone egy nagyon érdekes történet, és nekem nagyon tetszett. Hát, Zoltán, ez tényleg egy percet bekerülhetett. Nem kínozzak tovább titeket, oldjátok meg az okostankönyvből a 25. feladatot, és óra végéig küldjétek be. Én addig lefőzök egy jó erős kávét, ki lehet lépni. Thank you.
Jó, az út nálatok is, Laci, hanapon csempéltem. Maradok az asztalon. Egyértelmű. Ja, meg holott egy témáját, már amúgy is volt a súlynak. Én is voltam. De az
azért nagyot menne, ha össze tudnánk kötni a lábunkat. Tudjátok, vannak azok a kormányok, építeszkedjük rájuk. Na, magátok valami érdekesetek is vele vagyunk. De! Kinek van? Válni csak egyszer fog. Engedjétek meg, hogy felelevenítsem, mi is történt itt az elmúlt néhány 10 percben. Tudom, ti már rájöttetek. Ezek mind-mind ti voltatok, egy kicsit másként. Ezek mind ti voltatok a mi szemszögünkből. Ezek mind ti voltatok. Az emlékeitek voltak egy rövid refreshben, egy vlog húsvérben előadva az elmúlt éveitekről, néhány a talán ti fejetekben is megfogalmazódott gondolatra fűzve. Egy gyerkőc is nagy már, beszél és szalad, mikor 3 éves, pedig már a Covid idős mitjeitek is annyi idősek. És minden tiszteletünk, hogy ennek ellenére is ilyen vagány és színes banda lettetek. Sajnáljuk az elmaradt gólyaválatokat, és szentül hisszük, hogy ezzel a tánccal, dallal, versen és egy fele olyan jó reppel, mint egyébként az eredeti, most kárhatolunk benneteket.
Akár hiszitek, akár nem, szívünket, lelkünket beletettük. És talán most az egyszer vagyunk úgy egy helyen, hogy senki nem csak a kevesebb oszis hiányzásért jött, vagy csak azért, hogy jelenlétet mutasson, majd lelépjen egy kávéra a pattársával. Először vagyunk itt, de nem utoljára. Mert lassan mi is jövünk utánatok. Kirepültök, és mi röptötökben követünk majd. Mentek a céljaitok, és az élet nektek kiszabott útján. Hogy miért is kellett mindezt elmondanunk, megmutatnunk nektek? Hogy tudjátok, hozzánk bármikor visszajöhettek meg fiatalodni, ha már fáj a derekatok, vagy nem ázik ki a protkótok egy éjszaka alatt. Hogy mindig emlékezzetek mindenre, ami jó volt, amit csak úgy átvészeltetek, amiből sok volt, vagy amiből több kellett volna. És végül, ami a legfontosabb, hogy emlékezzetek, különlegesek vagytok, és nyomot hagytatok. Hogy szívesen gondoljatok arra, ami itt önmagatokká tett benneteket. Nos, bárhogy is legyen, köszönjük, hogy 3 évig ti voltatok nekünk a nagyok. Ritmusgitáron játszik Tornai Zoltán, basszusgitárt szólaltat meg Vas Ákos, Tifán Anna pedig a billentyűknél fokozza a hangulatot. Thank you.